nagy szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió nézőit, önök a harcképek sorozatunkat látják, és mai adásunkban a tudomány és a spiritualitás kapcsolatát vizsgálgatjuk. A téma igazi szakértője, vendégünk Balog Béla. Kedves Béla, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Egy személyes vallomással tartozok, és ezt meg kell, hogy osszam a kedves nézőkkel. a, a hogy is van, 2008-9 környékén hát mindenféle traumák értek, a, volt akkor ez a pénzügyi válság, addig ugye üzletemberként, vállalkozóként dolgozgattam, és akkor kezdtem rájönni arra, hogy a világ nem biztos, hogy pont úgy van, ahogy én addig azt gondoltam, és hogy lehet, hogy a hazugságokra építettem a világképemet. És elkezdtem kutatni, keresni a következő években, és a tízes évek eleje ezzel telt, és egyszer csak rábukkantam Balogh Béla anyagára, egy először talán hanganyagra, amelyik, amelyik egy meditációs hanganyag volt, és a mottoja az volt, hogy a világomban minden rendben van. És akkor rájöttem, hogy igazából azt, hogy hogy élem az életemet, hogy érzem magam, az rajtam múlik. És akkor, amikor másokat Teszek felelőssé a problémáimért, meg másokra hárítok, akkor pont a legnagyobb lehetőségemről mondok le, hogy rendezzem a dolgot én magam. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok. Balog Bélának, aki, aki, és most nagy pillanat ez, hogy most személyesen is itt ülünk, egymással beszélgethetünk, és tényleg köszönöm a lehetőséget. De a, először azt szeretném kérdezni, hogy hogy volt a te életedben? Nekem nagyon sokat kellett erre várni, azzal együtt, hogy a családból, hála Istennek, jóba jut hoztam, de hogy rájöjek arra, hogy a világ tele van hazugsággal, és hogy nem úgy mennek a dolgok, azért ez nekem nagyon sok évtized után jött meg. Nálad ez hogy kezdődött? Hát nálam sokkal korábban, már legalábbis az életkor szerint, tehát olyan 12 éves lehettem, amikor Kolozsváron iskolából hazafele menet észrevettem az égbolton egy fényes tárgyat, ami olyan nagyon különösen viselkedett. Tehát egy ilyen kúp alakú valamilyen fényes tárgy volt, és órákig ott levegett, és ugye én nagyon izgatottan mentem be másnap az iskolába, az újságban ugyanis az jelent meg, hogy ez egy meteorológiai balon volt. Értem. És uh, én bementem Hát a... mi más? Hát ha igen. nem meg megmagyarázni, igen. És kérdeztem a természetrajz tanáromtól, dr. Xanthus Jánostól, a budapesti állatkert megalapítójának az unokájától, ő volt a természetrajz tanárunk, hogy uh, hát tanár vajon ez mi volt? Azt a fiam azt mondja, nekem is telefonáltak, felhívtak a csillagvizsgálóba, onnan néztük, azt mondja, a tudomány mai állása szerint nem tudom neked megmondani, hogy mi volt ez. Egy biztos, hogy meteorológiai balon az nem volt. Mondom, de hát tanár úr, de hát az újságban ezt tetszett írni. Te fiam, ezt kellett írjam. Aha. És nekem akkor úgy Aha. leesett a tantusz, hogy de hát amit az újságban írnak, az lehet, hogy egyáltalán nem igaz, vagy éppenséggel féle tájékoztatás. Durva. Úgyhogy elég korán kezdtem, mondjuk úgy, hogy egészségesen szkeptikus lenni, és figyelni arra, hogy mi az igaz, mi a hamis. Igen. Mi... Hát aztán, aztán ugye Később elvégeztem a műszaki egyetemet hídépítőművőként, és járni a világot. Hát eleinte még, még Erdélyben dolgoztam, és ott találkoztam valakivel, aki meg tudta nekem mutatni azt, hogy hogy lehet egy tárgyat megmozdítani a gondolat segítségével, a gondolat erejével. Ez a telekinézia. Tehát ő ezt nekem bemutatta, és meggyőződtem róla, hogy valós. Tehát én mondtam meg, hogy merre mozduljon a tárgy, és arra mozdult. Tehát, sőt, bizonyos alapokat meg is tanított nekem. És akkor ugye elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit is mondtak nekünk a biológia órán, hogy az agyunk hozza létre a gondolatokat. De hogy nem lehet megmérni, hogy ki mire gondol, mert hogy ezek olyan pici elektron volt nagyságrendű elektromos szikrák ott a neuronok között, ami annyira gyenge, hogy azt nem lehet megmérni. Tehát akkor hogy van külső hatás? akkor hogy van, hogy van az, hogy ránézek valamire, és azt meg tudom mozdítani, csak azért, mert én úgy gondolom, hogy azt meg szeretném mozdítani. És hogy működik az, amit aztán később is tapasztaltam, és részben tanultam, és hogy működik a szugesztió. Hogy lehet valakinek azt mondani, hogy odaragasztalak a falhoz, és nem fogsz tudni ellépni, és ez tényleg megtörténik, és nem egy emberrel, hanem kettő, három, négy, öt sorba. Vagy hogy lehet valakit hipnotikus álomba bevinni, és elhitetni vele jóformán bármit, és azután felébreszteni, sőt azt is meghatározni, hogy emlékezzék, vagy nem emlékezzék a hipnózis alatt történt dolgokra. És ugye mindezt szavakkal, illetve adott pillanatban sikerült pusztán gondolattal hipnotikus álomba vinni valakit, még úgy is, hogy a háta mögött álltam, egy szót nem szóltam, csak arra gondoltam, hogy elalszol, elaludt, mondom, felállsz, felállt, és széken ültél, nézte a tévét éppen. Felállsz, és idejössz hozzám, és most felébredsz, és akkor odajött, és, és mondom, te mit csinálsz itt? Nem tudom. És mondom, hát milyen energia ez, hogy ilyen mértékben és módon hatni lehet rá, vele a más emberekre, illetve a tárgyakra és közben nekünk azt tanítják, hogy olyan gyenge, hogy mérni se lehet. Szóval, uh, úgy történt, hogy akkor jártad persze az élet útját, uh, egyetemre, műszaki egyetemen hidépítőmérnök lettél, stb. és ezeket a materiális tudásokat fizikai világban, ezeket szépen elsajátítottad, csináltad, érted, ezért közben egyre nagyobb kíváncsiság merült fel benned a tapasztalataid alapján, és ez megnyílt ez az ajtó, és hogy nyitottad ki, egyre szélesebbre tárult gondolom, is egyre nagyobb hívást éreztél, hogy még, 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 akkor ez hogy van? Aztán majd jön ugye egy ilyen folyamat után az a kérdés, mikor az ember aztán eljut a nagy kérdésekhez, hogy akkor miért vagyunk itt, meg hogy ki mozgatja ezt, vagy hogyan. De nem akarlak megzavarni, hanem folytasd, légy szíves. Jó, hát addig még van, tehát ugye ez, ez valóban kinyílt egy kapu, ahol én elkezdtem megkérdőjelezni azt, amit nekünk az iskolában tanítottak de nem jutottam vele sokkal előbbre, csak csak úgy éreztem, hogy itt valami nincs rendben. Aztán közben kikerültem Svédországba, ugye hát kiszöktem tulajdonképpen, és ott is építőiparban dolgoztam, érdekes módon egy hatalmas kórháznak az építésénél. A kórház, a magyar... Igen, igen, igen. Ami mellesleg az évépülete lett, tehát egy nagyon szép, komoly létesítmény volt de ott jutottam el arra a következtetésre, vagy eredményre, hogy az, amit az emberek itt hajszolnak, hogy meglegyen a éves egyszerű vagy kétszerű nyaralás, a ház és az autó, és ez így körülbelül a, az átlagos Lehetőség, igen, lehetőség. a vágyakozásnak a megtestesülése? Hogy na és ha az meg lesz, akkor mi van? Tehát, hogy, hogy és azt is láttam, hogy elég, so, elég sok évbe telik, amíg ezt úgy sikerül megszerezni. akkor mi van? És akkor elég lesz az nekem? Hát nem nem lesz elég, egész biztos nem lesz elég. Hát van itt még egész biztos valami, ami, ami több, bár erre már mondjuk gyerekkoromban rácsodálkoztam, amikor felnéztem az égre, hogy Vajon ennyi az egész? Hát az, az nem lehet, hogy csak ennyi legyen, amit én látok. És akkor hozzákezdtem rendszeresen meditálni. Na most valószínű, hogy ennek hatására, de nem meditáció közben, hanem egy erdei kocogás közben, feszegettem ezeket a kérdéseket, hogy hát hogy működik? Hogy működik? Hát a mérnöknek ez az első alapvető kérdése. Hogy működik? Igen, igen. igen. Hogy működik ez az egész? És akkor, mintha így rám zúdították volna az információt, hogy hát ez uh, gyakorlatilag úgy működik, hogy amit mi tapasztalunk, ez a, az anyaginak nevezett világ, ez egy bizonyos energiaszint, olyan, mint a zenében egy oktáv, de ennek a mozgását, a protonok, elektronok, neutronok, tehát ugye mindenik folyamatos rezgésben van, biztosítja egy oktáv, ami még magasabb energia szinten van, és a fölött van egy még magasabb, ami még magasabb energia szinten van, és egy még magasabb, és ezt így láttam képekben, így kocogás közben, Aha. és azután az egész így egymásba süllyedt, és átjárta egyik a másikat, mint a víz a szivaslabdát. Hát mondom, hát megvan a megoldás. Hát ugye itt magasabb energiaszintek vannak, amelyek az anyagi világot folyamatosan mozgatják, és, és azért nem lehet megállítani egyetlen elektron se, egy szabad elektron nem tudunk megállítani, mert olyan erő van a háttérben, ami ezt mozgatja, és ez vonatkozik ezek szerint mindenre, és így, így a homlokomra csaptam, hogy de hát ez olyan egyszerű. És akkor azt mondtam, hogy de hát, hát mégse lehet, hát ugye itt van több évszázad komoly kutató munkája, tudományos munkája, az nem létezik, hogy egy ennyire egyszerű dologra, hogy ami mozog, azt valami mozgatja, hogy ne jöttek volna rá komoly fizikusok, kutatók, tudósok. Mert annyira egyszerű, hogy nem létezik, hogy ne jöttek volna rá. Ha pedig nem jöttek rá, akkor valószínűleg én tévedek. Akkor, akkor ez így nem jó, ez így kuka az egész és elkezdtem utána járni, és ahogy utána jártam, egyre inkább az mutatkozott meg, hogy egyrészt valóban így van, másrészt valóban nem jöttek rá. És ugye beszélgettem egy, egy svédországi fizikussal, és mondom neki, te mondom, mi mozgatja az elektront? Azt mondja, hogy hát semmi. Mondom, na jó, Benzze. de akkor ugye, hogyha magától, semmi nem tartja mozog. fenn, mondom, de, de miért mozog? Hát azt mondja, az ősrobbanáskor beindult, és úgy maradt mondom, még... ezt ez fizikus mondta. Mondom, még ezt is el tudom fogadni, mondom, de hogyha van egy szabad elektronunk, akkor, és nem mozgatja semmi, akkor azt ugye mégiscsak meg kéne tudni állítani. Azt mondja, hát nem lehet megállítani. Tehát mondom, miért nem? Az hát mínusz 273 fok közelében sem sikerül megállítani, akkor is rezeg. Tehát mondom, azt akarod mondani, hogy nem tartja fenn semmi a rezgését, és semmilyen körülmények között nem tudjuk leállítani, és azt kell feltételeznünk, hogy még sincsen semmi erő a háttérben, ami ezt a rezgést fenntartja. Válasz, nem így tanultuk. Felállt és kiment. Ented? És mondom, hát ez így, így, így nem lesz jó, tehát az, hogy nem így tanultuk, az egy dolog. De hát a logika mégiscsak azt mondaná, hogy ha valami mozog, azt valami mozgatja. És akkor kezdtem utána nézni. És kiderült, hogy elektron, proton, neutron a fizika szerint álló hullám. De hát álló hullám nincsen forrás nélkül. Tehát egy hullámnak van forrása. Hol a forrása? Nincs az anyagi világon belül. De akkor hol van? Akkor mégiscsak igaznak kell lennie aznak, hogy, hogy magasabb energia szinten, magasabb rezgés számon, itt van körülöttünk és bennünk egy energiavilág, ami ezt az anyagit mozgatja és fenntartja. Per, per, Elég logikusnak tűn nekem, ugye? És hát ezen a vonalon indultam el, hogy hát akkor ennek így kellene lennie, és ha így kellene lennie, akkor vajon az agyunk képes-e létrehozni azt a gondolatot, aminek ugye hatása van tárgyakra, emberekre, nem utolsó sorban. És a kezembe került egy olyan kutatás, egy régi szovjet kutatás, 1934-ben vagy 35 ben kezdték és folytatták 1960-as évekig, ahol az volt a lényeg, hogy egy nagyon ügyes hipnotizőrt és három hipnózisra jól reagáló személyt vontak be a kutatásba. A hipnotizőrt becsukták egy ólomkamrába Leningrádban, és a hipnotizálható alanyokat levitték Szevasztopolba, és becsukták őket egy másik ólomkamrába. És a hipnotizőr kigondolta, hogy mit tudom én, felemeled a jobb kezedet, lent 1700 km távolságra az ólomkamrába a páciens felemelte a jobb kezét. Vagy, hogy fel megemelkedik a vérnyomásod, vagy megváltozik a bőröd elektromos vezetőképessége, és a többi. Rengeteg kísérletet végeztek. És ez mind megtörtént egy az egybe. Tehát mondom, azt mondják nekem, hogy a gondolatot nem lehet megmérni, mert az olyan gyenge energia, olyan kis semmicske ott a neuronok között. Az ólom mondom, falon de Átmegy az ólom kamrán. megtesz 1700 kilométert, Bemegy a másik ólomkamrába, és eléri a célszemét. No, ez hatalmas energia. Na, de hát amit az anyag ki tud bocsájtani, kezdtem nézegetni, mit tud az anyag kibocsájtani? Ez benne van az elektromágneses spektrumban. Felső határa a gamma sugárzás, ami az atommagokból jön. De azt is megfogja az ólomfal. Meg hát ugye még a távolság, meg a másik ólomfal. Igen, tehát ezt a Mi fizikai az, ami... sikon. Mi az, ami, mi az, ami átmegy rajta? Nézegetem, szója szóval kozmikus sugárzás. Mit tudunk a kozmikus sugárzásról? Azért nevezzük kozmikusnak, mert olyan magas energiaszint, olyan magas frekvencia, amit semmilyen földi anyag, semmilyen kombinációban nem tud létrehozni. Tehát mondom, hogyha a gondolat átmegy az ólomkamrán, megteszi a távolságot és bemegy a másikba, akkor az minimum kozmikus sugárzás szintű energia, de azt földi anyag nem tudja létrehozni. Tehát az <laughs> agy <ajt> sem, <laughs> akkor, ugye? Akkor ez hogy van? És akkor ez hogy van? És akkor mégiscsak az van, amit én így képekben kaptam, hogy magasabb energiaszintek léteznek, és azok mozgatják, az alacsonyabbakat. És ezt nem is velem kell megvitatni, hanem fizika törvényeivel. Ha valaki meggyőzi őket, akkor én hátralépek, és azt mondom, hogy tévedtem. De úgy néz ki, hogy Nobel-díjas kutatási eredmények kezdik alátámasztani, hogy ez így van. Hát 2011-ben fizika Nobel-díjat azért adtak, mert három fizikus azzal a felfedezéssel jött, hogy az ő méréseik alapján az univerzumnak az a része, amit mi anyagnak tekintünk, az pusztán 4 százalék, és az az energia, a többi az energia, a 96 százalék. És akkor ugye én tovább a gondolatot, hogy jó, jó, hogy ezért Nobel-díjat adtak, de hogyha ez érvényes a bolygókra, a csillagokra, az egész univerzumra, akkor érvényes az asztalra, érvényes egy pohára, érvényes az emberre is, akkor mégiscsak az van, hogy amit én anyagnak tekintek, az én fizikai testem, az 4%, százalék, és ami ezt körülveszi és működteti, és ami nekem annak idején képekben lejött, hogy ugye Igen. sávokban oktávonként emelkedő frekvenciák működtetik ezt az egészet, ugye akkor annak, annak kell lennie. Oda tartozik a gondolat, oda tartoznak az érzelmeink. Tehát akkor jött a következő lépés, na jó, jó, de hogyha gondolataink oda tartoznak, és az agyunk ezt nem tudja létrehozni, mert nem tudja képtelen, tehát fizika törvényeibe ütköző csacsiság az egész Darwin evolúciós elmélet. Így ahogy van. Így van. Ha ezt nem tudja létrehozni, akkor a gondolatainknak létezniük kell, törvényszerűen a fizikai test létrejötte előtt, vagy attól függetlenül. Illetve mivel nem a test hozza létre őket, nem az agy hozza létre őket, létezniük kell a fizikai testnek a halála után. Hát ez így aztán nagyon kitágította a spektrumot, hogy hogy is működik ez az egész. Tehát, hogyha ha innen indulunk, akkor, akkor mondjam azt, hogy talán ha elvenni nem is, de nagymértékben enyhíteni tudjuk az embereknek a halálfélelmét. Ugyanis addig, amíg az ember azt képzeli, azt gondolja, hogy az élete annyi, hogy megszületett, előtte nem létezett, él 70-80 évet az utolsó 10-20 betegen és orvosokat látogatva, és azután meghal, és az agyával együtt eltűnik minden, és megszűnik létezni, ugye? az ilyen ember nagyon könnyen manipulálható. Az ilyen embert meg lehet félemlíteni, az ilyen embert sarokba lehet szorítani, az ilyen embert oda lehet vezetni, meg lehet zsarolni szinte bármivel, ami arról szól, hogy hát akkor a te életednek itt most vége. Bocsánat, a, a, tehát fantasztikus volt ez a sorozat, mert hogy ugye a, itt van egy, egy műszaki ember, aki a fizikátban a, és a, itt ezekben a földi dolgokban a, szerzett jártasságot és a gondolkodását is megpróbáltak erre ráállítani, és mérnökként kezdte el kutatni a világnak azon a részét, amely, ami, ami nem volt, vagy nem, nem megfelelően módon, nem megfelelő módon volt megmagyarázva, és akkor addig keresi, addig keresi, amíg egyszer csak eljut egy teljesen más dimenzióba, és, és hát ez már a spirituális sík. Ugye a közben az elmúlt húsz évben a kvantumfizika is nagyon sokat fejlődött, és aztán onnét is jönnek ezek az igazolások, hogy ez a newtoni fizika, ez egy keret, és ezen belül hát, igaz, ami igaz, de egyébként az egész nem úgy van. Hát van sokkal több. Mondjuk azt, hogy ez igaz, és működik adott Igen. pillanatban bizonyos keretek között, de az egésznek a háttere, az az energetikai háttér, az a 96 ugye? Tehát ezt eddig nem vonta be igazán a tudomány Ez a 96 <laughs> százalék, ez úgy jelent meg, mikor én is így ezekkel így kutatgattam, vagy hát kerestem anyagokat ezzel kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag az univerzumunkban ugye az a rész, amit mi üresnek mondunk, vagy definiálnak, hogyha azt egyébként az abban lévő rengeteg információtnak uh, adunk, valamilyen kis, uh, mondjuk ilyen géles vagy ilyen kocsonyás uh, valami anyagot, akkor az egész gyakorlatilag dugig van. Hát uh, év milliárdokkal ezelőtt elindult egy fény, egy valami hullám uh, felénk, és akkor azt fölnézünk, a nyári csillagból, és akkor most éppen most ott uh, látjuk azt, a, az, az az egyébként ott van. Uh, ráadásul uh, hát és a gondolatról még nem is beszélve, de ezt ez, ez jobban tudod, és hogy kutattad. Folytas, légy szíves. Hát ugye innen már elég egyenes út vezetett oda, hogy elkezdjem tanulmányozni a, a halál közeli élményeket, hogy mit tapasztalnak meg az emberek, ami már nyilván nem az agyműködésnek, mert azt mondják ugye, hogy alagút élménye és a többi, és az agynak az oxigénhiányos állapota csodát. Hát hogyha az agy nem tud gondolatokat létrehozni, akkor ez, ez ki van ütve. Akkor mivel találkoznak ezek az emberek? Hát nyilván ezekkel a magasabb rezgésszámú szférákkal, vagy sávokkal, vagy oktávokkal, és onnan hoznak le információt. És az a tapasztalat, hogy aki átment egy halálközeli élményen, abban teljes mértékkel megszűnik a halálfélelem. Na most, hogyha nincs halálfélelem, akkor az ember nem zsarolható és nem manipulálható ez a lényeg. Na most jön egy nagy pillanat. Ezekre szépen rájöttél, kutatgattad, és akkor meg is tarthattad volna magadnak, és akkor te már eljutottál oda, hogy téged nem lehet megzsarolni, de nem álltál itt meg, hanem valamilyen készítést éreztél arra, hogy ezt megozd az embertársaiddal. Ez honnét jött ez az érzés? Miért gondolod azt, hogy neked ezt el kell mondani másoknak, és hogy át kell adni? én Úgy gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy mi el tudjunk igazodni a világban, az életünkben, ahhoz nekünk szükségünk van egy világképre. És mindig is volt valamilyen világkép, mindig is volt. Na most jelen pillanatban ezek a világképek a térképeink. Ennek a térképnek az alapján próbálunk tájékozódni. Na de mi van akkor, hogyha rossz térképet kapunk? Ugyan. Mi van akkor, hogyha kaptunk akár vallásos megközelítésből, Kiindulva egy rossz térképet, akár materialista megközelítésből kiindulva egy rossz térképet. Ami nem azt jelenti, hogy azokban a térképekben nincsenek használható, érvényes igazságok, tudás, útmutatás. Csak az a probléma, hogy az egy pici része az egésznek, és nagyon sok a torzulás, illetve a torzítás. Időnként szándékosan. Tehát készhez kapunk az iskolából úgy jövünk ki, hogy kapunk az élethez egy térképet, ami rossz. <gül> <gül> És én ezt, úgy van szerkesztve, hogy. Igen, igen. Ez, ugye ez. Szándékosan ez, úgy van megírogatva, igen. Akár szándékosság, akár tudatlanság, tájékozatlanság, nevezhetjük bárminek. A lényeg az, hogy a térkép rossz. én úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, ha már most összeáll egy jó térkép, hogy azt átadni, hogy aki szeretne mégis eligazodni, annak legalább a térképe legyen jó. Én nem azt mondom, hogy jó térképpel nem lehet eltévedni, mert van, akinek az is sikerül, de legalább az esélye megvan, hogy megtalálja a jó utat. Igen, a jó térképpel. Megvan a jó térkép, de azért bele is kell nézni, meg azon akkor, az, hogy is mondjam, az a figyelembe kell venni, ami oda van rajzolgatva, vagy irogatva, vagy És hát ez volt a, a szándék, és Eleinte az anyag annyira tömény volt, odaadtam egy-két embernek, és, és használhatatlan volt. Tehát azt hiszem, hogy tíz oldalon volt összesűrítve az, ami most majdnem háromszáz. És azt is mondták, hogy ez, 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 ez számukra feldolgozhatatlan. De mondom, akkor ez olyan, mint a gyümölcsvéd koncentrátum, hogy ihatatlan, hát akkor fel kellene egy kicsikét hígítani, olyan értelemben, hogy emészthetővé tenni, de az történt, hogy a higítás során újabb és újabb információ jött be, és nem lett hígabb, csak több lett. De, de valamilyen, valamilyen módon élvezhető ez. És a fogyasztóban, szerint, amikor ez a könyv készült? Hát ez, a ez, amikor elkészült, ez olyan, olyan 1996-97 körül készült el először. Akkor sikerült kinyomtatni svédül először kint éltem éppen. De a svéd szókincs eleve sokkal szűkre szabottabb, mint a magyar. És én éreztem végig, hogy bár én nagyon jól tudok svédül, nem igazán tudom visszadni ezen a nyelven azt, amit én belül érzek gondolok látok. Mert konkrétan hiányoznak megfelelő szavak és megfelelő árnyalatok a nyelvből. Aztán 99-ben, 2000-ben úgy gondoltam, hogy nekem 13 év Svédország elég volt ajándéknak is, büntetésnek is, és eljöttem, onnan ott hagytam mindent. És itt újra újraírtam. Újraírtam. Tehát először arra gondoltam, hogy lefordítom, aztán félretettem az egészet, és újraírtam, és akkor született meg az igazi csoda, amikor végre az anyanyelvemen tudtam megfogalmazni azt, amit én úgy éreztem, láttam. És hát ez ma már a Tizedik jubileumi kiadáson is túl van, több százezer példány fogyott el belőle. Folyamatosan viszik és veszik az emberek, mert az aktualitását nem vesztette el. Na, itt bocsánat, itt egy közbe Igen, közbevető kérdésem, mert megírtad, mert ebből egy, egy, egy belső készletés kényszert éreztél, neked ezt meg kell csinálni, ezt ki kell, ki kell adnod magadból, és akkor... Hát, hogy ez annyira a... egyszerű, Igen, hogy nem létezik, hogy erről más ne... ne vegyen tudomást. És akkor ezt Igen. ne kell írnom hát az iskoláját neki. Na, de, Na jó, történt, még, de, történt még, valami. De leírtad, és akkor az, az, az a nem kíváncsi és utána azt mondd el, hogy és hogy, hogy jött vissza rád az, mikor mikor közölték, hogy ilyen népszerű lett ez a könyv és hogy ennyire viszik. De ez először a történt még valami? Először az történt, ugye, hogy én rendszeresen meditáltam, tehát úgymond tartottam a kapcsolatot a magasabb energiaszintekkel, és elsősorban álmomban minden éjszaka jött egy-egy olyan mondat, amire fel is, fel is ébredtem, hogy ezt le kell írni. És én éjszaka felkeltem és leírtam és ez tartott hét éven keresztül minden éjszaka volt, hogy kétszer is, Előfordult a három, de az ritkábban, és egyetlen egyszer volt, hogy egy éjszaka négy. De az átlagos az volt, hogy egy éjszaka egy vagy kettő. És felébredtem, hogy ezt le kell írni. És mentem és írtam le, feküdtem vissza, megint ezt le kell írni. Egy mondat mindig, egy mondat. Hét éven keresztül. És így állt össze a végső valóság a könyv, hogy ugye a magasabb szférákból, kaptam hozzá segítséget, információt, és a földi világban pedig összegyűjtöttem azokat az adatokat és kutatási eredményeket, amik hát úgy láttam, hogy így kapcsolódnak az úgymond spirituális tudáshoz. Bocsánat, akkor ez úgy lehet, hogy a, mond, már az elején ugye tisztáztuk, hogy a gondolat, az örök, az, az megvan, és az kint van a térben, tehát ott van minden tudás, csak először el kell jutni arra, hogy antennaként képes legyek lehívni. Hát a, amikor mert megkérdezem a, képes, a másik. Ha képes vagyok igen. rá, akkor, akkor elkezdik küldeni, elkezd lejönni a... Hát a... Teszel, jól mondod, antenna. Mert ugye kérdezzük is egymástól, hogy felfogtad, amit mondok. Jaj, de hát jó. felfogom, mert én egy antennaként, az agyam antennaként jó, igen. működik. Felfogom. Tehát ez 7 éven keresztül zajlott, és utána úgy, mintha elvágták volna, nem jött több információ. És akkor tudtam, hogy kész van megvan, itt van az egész anyag. Na, de ebből a magyar nyelven lett végül is csoda, mert, mert meg volt hozzá a megfelelő szókincs és a, az árnyalatoknak okay, a lehetősége. leadtad a, leadtad a kiadónak, kinyomtatták, megcsináltak, kiadónak... odaadták az első mutatványos példányt, vagy valami, na itt van, fog meg, Aj, de jó, boldog vagyok, ilyen, né, milyen jól néz ki, tessék, Na, akkor kezdjék eladni, vagy valami legyen vele, és akkor egyszer csak jön egy hír, hogy hát, most elfogyott az első, nem tudom, ezer darab, most az első tízezer darab. Nem így történt nem így történt. Nem, így történt. nem így történt. nem így történt. Tehát, hogyha ha, ha van igazolása annak, hogy magasabb szintű irányítás létezik a, a világban, akkor ez iskola példája ennek. Ugyanis a kiadó azt kérdezte tőlem, hogy de hát kit fog ez érdekelni? Mondom, hát mondom szerintem mindenkit. Mondom, mindenki, aki szeretné tudni biztosan, hogy létezett a fizikai test megszületése előtt, létezni fog a Fizikai test halála után egyrészt, másrészt azt is lehet tudni, hogy ott mit fog találni. Konkrétan, tehát nem hit apo, hanem tudni lehet, minden info megvan. Hát jó azt mondja, ennyire bízol benne, akkor én. Akkor Mert én minden érjon mely oda viszi a kéziratát, azt mondja, ezt kéne megcsinálni, és akkor kit fog ez érdekelni? Hát ez persze, hogy azért írtam, mert biztos, hogy sokat fogja. Tehát ő neki azért ez napi gyakorlata. Igen. Ak, egy évig ott volt, ott porosodott az 500 példány a raktárban. 500 épp. példány nyomtatott ki belőle, ilyen puha borító, stb. És akkor történt egy csoda. Kondor Katalin, Kossuth Rádiónak az elnöke, annak idején behívott egy beszélgetésre. És ott valahogy olyan csodálatosan sikerült ez a beszélgetés, hogy aznap, a rádi, miután leadták a rádióadást, tehát a, az interjút, aznap rendeltek a kiadótól 7000 példányt, és másnap 8000-et. A kiadó külföldön volt, a helytartója kapkodta a telefont. Telefonálta kiadónak, azt mondja, hogy hát megbolondult a világ, azt mondja, hát rendeltek 7000 könyvet, másnap rendeltek 8000 könyvet, nem létezik az, ha ilyen nincs, az ilyen soha nem történt. Apul, apul. És nincs könyv, ugye? Tehát, hogy nincs könyv. Hát persze ugye gyorsan elkezdték nyomtatni, és akkor már, már lett könyv, és akkor jött a következő ilyen, mondjam azt, hogy isteni beavatkozás. Akkor volt az első ilyen való világ Aha. show a tévébe sorozat, ugye közvetítették minden nap, hogy a villalakók ott bent mit csinálnak. Valamire emlékszem. És az egyik srác, Gerzsényi Laci, ugye mivel mindenki bevihetett egy könyvet, ő ezt a könyvet vitte be, és amikor őt mutatták, akkor vagy a könyvet tartotta és olvasta, vagy a könyvről beszélt. Tehát ilyen tévéreklámot, hogy mondjam, megfizetni nem lehet, tehát, hogy ez, 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 heteken keresztül folyamatosan ment. És, és ugye nagyon jó volt az alliteráció, hogy végső valóság, való világ, ugye de a VV, de valami csoda folytán az emberek elkezdték keresni. És azután ugye a visszajelzésekből azt is megtudtam, hogy, hogy a legtöbben így a homlokukra csaptak, hogy jé, hát tényleg. Hát tényleg így működik. Hát nem is igazán működhet másképpen. És a megvásárolt könyveiket elkezdték kölcsönadni, aminek az lett a következménye, hogy akinek kölcsönadták, az is továbbadta, mert hát ezt meg kell osztani másokkal is. Hát ez annyira egyszerű, hát ez annyira nagyszerű, hát ez hú és hogy, hogy jöttek vissza, hogy hát kölcsön adtam, és sose kaptam vissza. Ez nagyjából mikor volt? 2000... Hát ez, ez a 2001, 2001, 2001, 2001, 2001 2002, igen, akkor, tehát akkor 2000, úgy Tehát a 2000-es évek, vagy az első évtized közepett tájár azért ez már nagyon széles körben ismerté vált ez, a, ez az anyag. Hát ez megváltoztatta az életedet, azt gondolom. Igenis, meg nem is. Tehát én tudtam, I hogy íger, íger, tudtam, igen. tudtam, hogy ez egy, ez egy nagyon értékes anyag, ez nagyon sok embernek tud segíteni, de hát ez csak a térkép, hát jó volna néhány segédeszköz. És um, akkor következett a tudatalati tíz parancsolata, Aminek, hát az, de, amit említettem, az, amit említettél, a igen, igen, igen. igen mert hát ez igen. megint egy csoda lett. Mert azt megint csak saját magamon tapasztaltam ki, még Svédországban annak idején. Azt is ott készítettem, el, csak nagyon sok egy kazettán volt, meg, meg nem volt kiadva, meg eszembe se jutott, hogy ki kellene adni, saját magamnak csináltam. Mert ugye az volt, hogy én bevándorlóként, mérnökként dolgoztam egy nagy svéd építőipari cégnél, ez az NCC, a Nordic, tehát a Nordic Construction Company, és azon belül építettük a kórházat, ott építésvezető voltam, és hát jóval alacsonyabb volt a fizetésem, mint a svéd kollégáké. Persze. Egyrészt, másrészt az a helyzet, hogy a svéd kollégák naponta 5 6 megkerestek, hogy akkor ezt hogy lehetne kiszámolni akár ezt a háromszöget, akár ezt a méretet, akár ezt, akár azt, akár azt. mert én ki tudtam számolni, mert nekem olyan volt a hátterem, hogy én ezt ki tudtam számolni, és, és jöttek, és igénybe vették rendszeresen a, a segítséget, nem is volt ezzel semmi baj, csak hát ugye mondtam a főnöknek egy idő után, hogy de hát nekem kicsi a fizetésem. Rából hogy igen. Tudjuk, igen. Azt mondom, hát azért, mert én bevándorló vagyok, igen. Még többet dolgoztam, még jobban. Mondom, az év épület lett a, a, az épület, és a, a beszállító cégek ö, hívtak meg ö, külföldi kirándulásra, mert hogy annyira jól működött minden, de a saját cégem nem értékelte. És mondom, hogy hát vajon nem a tudatalattival van itt a probléma? Nem az a probléma, hogy én magam mondogatom, hogy kicsi a fizetésem, meg hogy olyan ö, körülmények között nőttem fel, ahol valóban szűkre szabott volt az anyagi keret, a fizetések, és ugye ezt én gyerekkortól kezdve hallottam meg, hogy a pénz piszkos, a pénzt ne tedd a szádba, és a többi, csomó mindenféle mondom, lehet, hogy ezek, ezek programok, és lehet, hogy ezeket felül lehet írni, és így olvasgattam ezzel, kapcsolatos könyveket, ugye Louis a könyvét, másoknak a könyveit, és már ott vannak a, a dolgok, de hát ugye, hogy kerül bele a program a gyermekbe? Kisfiam, kislányom, már százszor megmondtam. Így. Ismétléssel. Így. És mit tud a tudat alatti? Ad kielentő mód jelen időt, mert a múlt, hol a jövőről nem tud képet alkotni, nincs rajta szűrő, ugye ezt leírják szépen. Na mondom, de hogy fog bekerülni egy új program? Hát hányszor kellene elolvasni, legalább százszor? Ki fog elolvasni egy könyvet százszor? Vagy egy, Aha. egy megerősítés százszor? Kezdem érteni, igen, igen. Mondom, hát ez így nem fog működni. Hogy működhetne, hogy a mérnöki hozzáállás? Úgy működhetne, hogyha én felveszem egy kazettára, akkor még nem volt CD, és autóba, meg éjszaka, meg bárhol, ahol tudom, hallgatom, és lássuk, mi lesz. Hát, tehát egy kísérlet. És én akkor összeállítottam ezt az anyagot, találtam hozzá egy gyönyörű zenét, az is egy inspiráció volt, mert olyan zene, amit nagyon sokan mondják, hogy nem lehet megunni valamiért, a legtöbb zenét meg lehet, ezt valamiért nem. Ilyen delfines zene, Medvin Godálnak a zenéje. És hát elkezdtem hallgatni. És volt ismerős barát, aki beült néha az autómba, ide vittem, és hát ez ment. És azt mondta, ez mi ez a te hangod? Mondom, igen. És ezt te fel? Igen. Azt hát, hát te mit hazudsz itt magadnak? Azt hát ebből semmi nem igaz, amit te itt mondasz. Hát tudod, ez ilyen tudatalatti programozás, mely már azt mondja, hogy hűíted magad. És így eltelt vagy öt hónap, és nem történt semmi. Tényleg nem történt semmi. Naponta kétszer-háromszor meghallgattam. A hatodik hónapban volt egy olyan érzésem, mint hogyha körül lennék véve valami sűrű függönnyel, de a függöny mögött valami mintha történne. Mondom, ezt csak egy, így é. tudom megfogalmazni, egy ilyen, hogy valami, valami, valami mozgolódás van a függöny mögött, én nem tudom, hogy mi az, de valami, valami történik, valami készül. És ugye hat hónap elmúlt, és ugye így a tudatalatti programmal megerősödve odálltam a következő projektnél, akkor már toronyházakat építettünk, más volt a főnök, mint kiderült utólag, a legbőkezőbb főnöktől kerültem át a legfösvényebb főnökhöz, és odaálltam elé, és azt mondtam neki, hogy főnök, elégedett vagy azzal a munkával, amit én itt végzek? Azt szóval igenos igen, rendben van. Mondom, akkor én úgy gondolom, hogy megérdemlem azt a fizetést, amit a svéd kollégák megkapnak. És azt mondja, hogy fizetésemelést akarsz kérni? De? Azt mondja, hát azt mondja, meggondoltad, azt mondja, hát már, már nincs annyi munkánk, aztán már hat svéd mérnököt elküldtünk. Azt mondja, hogyha fizetésemelést akarsz kérni, lehet, hogy a nagy főnök azt fogja mondani, hogy, hogy, hogy inkább felmondunk neked. Mondom, főnök, mondom, és én félretettem a félelmeket. Mondom, figyelj ide. Ha nem jó a munkám, így is úgy is el fogtok küldeni, vagy ha nincs munka, el fogtok küldeni. Ha jó a munkám, és szükség van rám, én úgy gondolom, hogy megérdemlem azt a fizetést, amit a kollégák kapnak. Azt mondja, hát ide figyelj, azt mondja, én, én szólhatok a, a, a nagyfőnöknek, azt mondja, megteszem, ez a kötelességem is, azt mondja, de ne számíts semmi jóra, azt mondja, és, és, és magadra vesd, hogyha valami. Tehát ugye félelem. Mondom, nem, nem félek, mondom, lesz, ami lesz. Én úgy érzem, hogy elég erős vagyok belül, megérdemlem. Visszajön két nap múlva, aztán szóval beszéltem a nagyfőnökkel. Mondom, és? és ez ugye mikor is volt, olyan, 92 be 93 ba szóval azt mondta, hogy emeljük meg a havi fizetésedet, havi 3000 svéd koronával, ugye az akkoriban ugye, emelés 100 ezer forintnak megfelelő összeg. És hát mondom, ez így <laughs> kellemesen hangzik, mondom így, így, na így már rendben van, akkor, akkor így most már rendben van, akkor én is még jobb kedvel dolgozom, addig is jó kedvet csináltam, mert szerettem és az a lényeg szerintem, hogy szeressed, amit csinálsz. Azt mondja, de van még valami. Mondom, hogy mi az a még valami. Azt mondja, hogy azt mondta a nagyfőnök, hogy adjam meg neked a fizetésemelést egy évre visszamenőleg. Hát így leültem, szó szerint. Hát mondom, ilyet. Elképesztő. Mondom, mi történik? Ja, a tudatalati programom. Hogy, meg, hogy megkapom a munkámnak az ellenértékét. Nem, tehát? Hát visszamenőleg mikor adtak fizetésemelést egy évre? Rendben? És, és a azután... Svédországban sem gyakorlat. Nem, nem, nem. Tehát ez, ez már. A, ez van, már a, az, az, az új tudatalatti programnak volt nyilván a következménye. Hát mondom, mint a villámcsapás úgy ütött be, hogy egyszerre csak így egy csomó minden megváltozott. És utána aztán folytatódott a sor, mert olyan épületet építettünk, ahol ilyen szárítógépek vonták ki a nedvességet a padlóból, falakból, hogy gyorsabban tudjunk haladni, Igen. és a szárítógépek azok szombaton, vasárnap is működtek. És kérdezte a főnök, hogy ki az, aki hajlandó bejönni szombaton, vasárnap ránézni a gépekre, hogy minden rendben van, esetleg kiüríteni a víztartályt, hogyha összegyűlt benne annyi, naponta ez ilyen másfél-két óra munka a maximum, nem több, de hát szombaton vagy vasárnap be kell jönni. Kollégák, ki az, aki hajlandó bejönni? Senki. Hát hétvége érted? Hát mondom, én, én hajlandó vagyok, hát én bejövök. Jaj, de jó, végre van legalább egy ember, de figyelj, hogy te bejössz. Jó, hogy két óra alatt elvégzed a munkát, de a szombat az 8 órás, és ha te bejössz szombaton, akkor 8 órát számoltunk. És hogyha vasárnap bejössz, az is 8 óra. De mivel hétvége, Megduplázzuk. Tehát, hogyha te bejössz szombaton két órára és vasárnap két órára, akkor mi elszámolunk neked 32 órát. Érted? Plusz a heti 40. Tehát. És ott már megint meg, megugrott egy csomó minden, és csak én néztem ki, hogy mi történik. És mi történt? Semmi más, mint hogy én a tudatalatti programomat, a sajátomat, saját magam felülírtam. Na de ezt látták a barátaim és látták az ismerőseim. És akkor elkezdték kérni, hogy, hogy hát készítesz nekem is egy másolatot a kazettából? Készítesz nekem is egy másolatot a kazettából? És hát ez ugye elég sokáig így ment, évekig így, így ment. És ez svéd nyelven nem, volt? Nem, 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 ez magyarul. magyarul. Ezt, ezt magyarul csináltam. És, és kérték, kérték, kérték a másolatot. És amikor idejöttem Magyarországra, tehát amikor visszajöttem, akkor hát ugye annak az volt az előzménye, hogy évente már ötször já, vagy hatszor jöttem Magyarországra, és rájöttem, hogy én nekem miért jövök én hatszol, és miért költöm én el az egész jövedelmemet az utazásra, amikor én tulajdonképpen itt szeretnék lenni. És akkor ott hagytam az egészet, és átjöttem. És akkor itt ugye összeraktam ezt a tudatalati tíz parancsolatát, és hát ez a következő ilyen hatalmas nagy ö, siker lett. Igen és rengeteg ember jelezte vissza, kaptál -e, hogy... Igen, kaptál -e visszajelzéseket, voltak-e ilyenek? Rengetegen, hogy... rengetegen, nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Egy valaki jelezte, hogy az ő világát teljesen összezavarta, de szerintem ott a zavar már korábban is megvolt, úgyhogy nem kellett sok segítség. Hát köszönöm, hogy ezt, ezt elmondtad, hanem most akkor ez ugye akkor most már 15, majdnem két évtized, az akkor egyszerűen meghatározta az életet további folytatását, ez a könyv és ez a, ez a CD, vagy ez a hanganyag? Hát mi történt ez alatt a, az időszak alatt? És legfőképp arra van lennék kíváncsi, hogy akkor hogy élsz most? Visszavonultál, ezt megírtad ezeket, abba hagytál mindent, megkapta az emberiség tőled ezt a, az ajándékot, kezdjen vele, amit akar. Hát te hát most ezt akkor te... mit tudom én? oda ezt, vagy valami valami folytorosság hát, alakult ki belőle? Végül is összesen hat könyv lett, tehát ennek a végső valóság ugye az alapja, a térkép, a többi segédeszköz, <laughs> és úgy tűnik, hogy nagyon jó segédeszközök, mert mindenik hát többé-kevésbé komoly sikerkönyv, és amit én még annak idején Svédországban megtanultam, hogy hogy lehet ezekkel az energiákkal Segíteni embereknek abban, hogy a saját harmonikus állapotukat visszaállítsák, vagy helyreállítsák. Nem nevezném gyógyításnak, mert ugye. A, hát ö, azt a törvény bünteti. Azt, <laughs> igen. De nagyon sok embernek sikerült segíteni, és mindezt úgy, hogy soha nem kértem érte anyagi ellenszolgáltatást, nem is vártam érte anyagi ellenszolgáltatást. De a lakásom átjáróházzá vált, család ugye rá is ment egy idő után, nagyon sok úgymond zavaró tényező kerül be így az embernek az életébe. Nem utolsó sorban az, hogy túlzásba is vittem a segítségnyújtást, tehát teljesen háttérbe szorítottam saját magamat is. Mert ha, ez a... ha valaki segítséget kért, akkor én ugrottam. Ugye hogy ennek a következménye részben betegség lett, nagyon komoly, daganatos betegség, amit viszont pontosan ezzel a háttérrel, amivel rendelkeztem, dokumentáltan 11 nap alatt sikerült elmulasztani. És akkor megírtam a Többszintű Gyógyulás című könyvet, és saját, tapasztalatból, rejbíte. és betettem Abszult az állójelentést a könyvbe. Anyagot vizsgáltak a egyik pillanatban, 11 nappal később volt a műtét, kis műtét, egy izomból egy kis csomó, és három laboratóriumi vizsgálatot végeztek el azon a kis kivett csomón, és abban már nem volt egyetlen egy, egy daganatos sejt sem, tehát egy pici zsírcsomóvá zsugorodott tíz nap alatt gyakorlatilag. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ha ez nekem sikerült, Ugye nagyon is, a, a ahogy mondják, a puding próbája, ugye, tehát a világképnek a próbája, hogy jó-e a térkép, meg jó-e a tudatalatti program, meg a többi, az, hogy működik-e a gyakorlatban, hogyha éppenséggel a fizikai test jelez valamit, akkor a gondolati érzelmi hozzáállással hogy lehet ezt helyreállítani. Ezt megírtam könyvben, és utána a könyv alapján egy-két nagyon ügyes pszichológusnak, név szerint Kovács Zsuzsának és Sebestyén Árpinak felkeltette az érdeklődését, és akkor úgy megbeszéltük, hogy hát Végezzünk egy kísérletet, egy kutatást. Na, ez nagyon érdekel. Tehát, mi történik, hogyha másnál is el tudjuk érni azt, hogy a gondolat és érzelmi hozzáállás segítségével vissza tudja állítani a harmonikus állapotát, amitől konkrétan meggyógyul, tehát a, helynek, a fizikai testnek a állapota is helyre jön. És uh, azt hiszem 2007-ben kezdtünk hozzá az onkológiáról az onkológia támogatásával kikértünk 34 hölgyet, önkénteseket, sokkal többen voltak, de csak ennyire volt lehetőségünk, tehát többen jelentkeztek volna, csak nem volt több lehetőség. Került hozzá támogató, a szponzor, biztosítottuk ezeknek az embereknek a kosztot szállást egy héten keresztül, és az oktatást, a világkép tudatalatti, na meg egy csomó minden egyéb, ami miatt szerintem a sejtszaporulatos betegség egyáltalán ki tud alakulni. És ugye az onkológiának a feltétele az volt, hogy a kutatás alapját képezzék meldaganattal diagnosztizált nők, akik túl vannak egy kemoterápián. Tehát ez az alap. És mi nem szólunk bele a kés, kemos, sugár protokollba, az az orvostudomány része. Mi az onkopszichológiai paraméterekkel dolgozhatunk, tehát a gondolati és érzelmi hozzáállás megváltoztatását seg -ban segítünk nekik, tehát hogy ezt ők magukban hozzák létre. Tehát én nem tudom megváltoztatni senkinek a gondolati, érzelmi hozzáállását, de fel tudom hívni rá a figyelmét, hogy milyen módon tudná ezt a változást ő saját magában létrehozni. az ő kezébe van. Igen, igen. igen. Ehhez viszont megkap minden segítséget. Anyagi szinten is, tehát táplálkozásban, meg, meg, meg életvezetésben, meg spirituális szinten is, tehát hogy mik azok a gondolatok, amik eddig rossz irányba vitték, mik azok az érzelmek, amik ehhez kapcsolódtak, mi volt az, ami miatt ez kialakult, és lássuk, mi történik, hogyha ezeket megváltoztatja. És Ugye rendkívül sikeres volt a kutatás vagy a kísérlet? Hány, hány százalékos eredményt sikerült elérni? Hát mérnökként mondhatnám, hogy elég büszke vagyok rá, ugyanis 5 évvel a diagnózis után, öt lehetett 5 évvel. évvel a diagnózis után, akkor lehetett kiértékelni, hogy mi történt ezzel a 34 hölgyel és az eredmény az volt, és megjelent a Magyar Onkológiában, 2012-es decemberi szám bocsánat, miért megmondod az eredményt, azért, azért, ezt úgy... Hát szerintem köztudott, de azért csak úgy ismételjük meg, hogy alapvetően az van a magyar gyógyítói gyakorlatban, ahogy én tudom, hogy ha valaki rákos lesz, az orvos megmondja neki, elmondja neki, hogy akkor most nem sok van már vissza, meg kevés az esélye, de azért most akkor, hogyha kemoterápiát kap és nem féljen, hogy ki fog hullani a haja, meg minden, hát nincs jobb. és akkor végigviszik az embereket ezeken a protokollon, protokollokon, és hát igen alacsony az a szám, nem tudom majd te erről tudsz, hogy mi az a, a ami, a, ami öt év múlva mondjuk, hogy életben marad? Öt év, öt év múlva, én úgy tudom, na persze lehet, hogy változik, és, és mind jobb gyógymódokat találnak ki, és mind, ja. mind precizebben, de a lényeg az, hogy körülbelül 65% az országos átlag, aki, vagy legalábbis, amit én tudok. A, aki életben marad? Aki életben marad öt év után, viszont az életben maradottaknak egy része áttétes. Tehát azt jelenti, hogy hosszú távú perspektíva elég. Igen, de, és akkor még az is hozzátartozik, viszont ez a, ez a fajta gyógyulás, vagy ez a gyógyító, viszont gyógyítói, szóval mindegy, ez az orvosi protokoll azért igen sok szenvedést okoz a betegnek. A másrészt a páciensnek rendszerint azt mondják, hogy ön most tünetmentes. Igen, igen. Tehát, igen. hogy nincs tünet, de az... nem tudjuk, hogy mikor fog visszatérni. Na most mi, amikor beküldtük a magyar onkológiának a kutatási eredményt, visszajött a lektornak a levele, aki átolvasta és eldöntötte, hogy, hogy megjelenhet-e a cikk, azzal, hogy csak abban az esetben jelenhet meg a cikk, hogyha egyrészt nem írunk arról, hogy mennyi az országos átlag, másrészt kihagyjuk a kutatási eredményből azt, hogy a mi eredményünk, jól figyelj, Száz százalék életben maradás öt év után. Elképesztő. De? És ugye akkor. Hát is egy, mennyi ideig? Egy hétig vagy tíz napig voltak ott? Egy ezeket... hétig voltak ott, de utána te, a pszichológusok még... rendszeresen foglalkoztak velük, ah, találkoztak velük. Segítettek. A azért. feladatokat, ugye, amiket kaptak, visszakérdezték, megbeszélték, egymást támogatták. Tehát egy hét alatt meg tanítva arra, hogy mik azok a lugosító ételek. De amik... ez csak a fizikai de Ez, szín, a, fizikai ez, a, szín. ez a legkevesebb. Viszont, viszont sikerült ez alatt, az egy Igen. hét alatt olyan szellemi vagy lelki támaszt adni nekik, hogy képesek legyenek Igen. saját maguk. Igen. Kal kapcsolatosan Igen. felelős döntést hozni a saját egészségükért, felvállalni a felelősséget, is, megtenni azokat a Pontosan. esetleg nagyon nehéz Pontosan. lelki és spirituális lépéseket, amik feloldották azokat a görcsöket, amik a fizikai megnyilvánulása volt ez a sejtszapuló. Így van, így van. Egy valaki volt áttétes, de ő már úgy jött be, hogy áttétes volt, amikor bejött a programba akkor is és ugye utána nagyon sokkal találkoztunk, és köszönjük szépen virulnak. Tehát én azt mondom, hogy ha megváltoztatja a kiváltó okokat, illetve megszünteti, mondjuk van vagy öt oka, ez a több szintű gyógyulásban benne is van a könyvben, akkor én úgy vagyok vele, hogy ez a receptje a sejtszaporulatos betegségeknek, és ugyanúgy, mint a süteménynek, hogyha én akkor kiveszem a tojást, a lisztet, a cukrot, a vizet, mi marad? Semmi. Tehát, hogyha az összetevőket egyenként átalakítja, megváltoztatja, akkor eltűnik, az, eltűnik, eltűnik, vagy a akkor az, eltűnik az, az mindaz, ami energetikailag, gondolatilag és érzelmileg, és fizikailag ezt a testi reakciót okozta tehát konkrétan nem tünetmentes lesz, hanem gyógyult. Telem. És ezt magának köszönheti, mi csak egy kis útbaigazítást adunk. Kedves Béla, é, nagyon köszönöm, hát ugye úgy van, hogy egy új születnek minden vicc új, tehát azok a fiatal nézőink, akik most hallanak rólad először, vagy ezekről, akkor azoknak azért ajánlom, hogy igencsak keresenek utána, vásárolják meg ezeket a könyveket. Akik viszont már ismernek, azoknak meg kedveskedhetünk azzal, hogy, hogy itt vagy velünk, elmondtad ezeket, hanem az érdekelne nagyon így most már a vége felé, hogy hogy telnek ma, manapság, a jelenben a, a napjaid, mert talán ne hagyjuk ki, hogy azért készült valamilyen létesítmény is, és erről is beszéljünk meg, hogy ott, ott mik történnek, hogy először is, hogy miért készült, aztán hogy hogy készült, és hogy ott milyen, milyen események vannak vagy milyen segíthet hozzá bennünket? Légy szíves, ezt Ez hát ez, ez Pilis Csabán épült az Álomvölgyben, az Álomvölgy Meditációs Központ. Álomvölgy, Álomvölgy Meditációs völ... Központ. Már ez jól hangzik. Igen. Ez azért épült, mert a lakásom egy idő után átjáróházzá vált, rengetegen jöttek, úgymond energetikai harmonizálásért, segítségért, Útmutatásért, és hát úgy gondoltam, hogy egyrészt több embernek kellene biztosítani a lehetőséget, hogy ezzel kapcsolatban tudjanak kerülni, másrészt meg nem a, a lakáson belül kellene ennek zajlania, harmadrészt pedig nagyon sok embernek sikerült segíteni, és így, amikor megszületett bennem a gondolat és az ötlet, hogy mégiscsak kellene építeni egy ilyen központot, akkor kezdetben nem volt hozzá semmi, és azután kezdtek felbukkanni a támogatók. De várják, azért, ez úgy volt, hogy szerintem, amikor megtaláltad, a, 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 a hely is, ahogy magához vonzott, tehát ahogy rátaláltál, az is biztos egy, egy szép kis történet, de utána úgy is az történt, hogy először megjelent a fejedben, pláne, hogy mérnök ember vagy, és még építész, és ilyesmik is, hogy megjelent benned három dimenzióban, hogy mi az, ami, Igen. amit oda kellene lenni, Igen, és meg lett. Hát meg lett, mert kitartottam mellette, ugye, mert az kell hozzá, hogy a gondolati kép mellett kitartsak, de még kell valami hozzá, mert ugyanis a gondolatok nagyon magas rezgésszinten vannak, most már tudjuk, az érzelmek valamivel alacsonyabb rezgésszinten, és az, amit anyagi világnak nevezünk, ugye az a legalacsonyabban. Na most, hogyha nincsen az érzelem, tehát nincs ott az a lépcső, akkor nagyon sok Csodálatos, szép, tiszta gondolat nem tud megmutatkozni az anyagi világban, tehát ez a frekvenciasávokon le kell neki valahogy ereszkedni. Uh -huh. És hogyha én ne, tartom a tudatomban ezt a gondolati képet, hogy van egy létező központ, hiszen már megvan. Jó, hogy most még magasabb energiaszinten, de látom az eredményt, és az érzelem, örülök neki, hogy megvan. Hát egy szívbéli öröm, hogy ez már, ez egy öröm. Ugye, ez ez egy nagyon nehéz pillanat az én életemben is jöttek ilyen megtapasztalások, és, és ezt röviden úgy fogalmaznám, hogy ezt nem lehet megjátszani. Szóval, hogy most én ezt olvasom, aha, na, akkor így kellene, így mondja ez a Béla, na jó, akkor is úgy csinálok. És akkor elképzelek valamit, és akkor na, akkor legyen, mit tudom én, egy, a, egy gyönyörű autót akarok magamnak, és akkor, ó, már meg is van az autó, kírom a farra, már meg is van az autó, na, és akkor mégse lett meg, hát akkor hogy, hogy? <laughs> és akkor, akkor ó, hát akkor, szóval nem így van, nem hit kell hozzá, ráadásul én így fogalmazom, hanem a tudás, a megtapasztalás, mert amikor a, az emberben a hit, és ez az én megfogalmazásom átalakul, azzá a magabiztos tudásra, hogy ez így működik, nem neked hiszem el, hogy te erről beszélt, és hogy milyen szimpatikus ez, hanem amikor magam megtapasztalom, hogy igen, ez működik, akkor rá tudok támaszkodni, és akkor működik is. Egy kitétellel, ha jó a tudatalatti program. Ugyanis a helyzet az, hogy ugye most már Bruce Lipton doktor is elmondta, igen. hogy hogy a tudatos részünk kb. 5% és a tudatalatti igen, program kivételével. Igen, 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 Na most, hogyha előadás. az én tudatalatti programomban valami ilyen akadályozó tényező fut, akkor hiába próbálom megteremteni, meg létrehozni, mert. Gondolok rá, mit tudom én, 5 percig, de a tudatalatti programom az 24 órából 24 órán keresztül működik, az lesz az erősebb. Igen, tehát ez, ez nem úgy van, hogy akkor e, e, meghallgatom a LISZT e, magyar rapszódiáját, és akkor a, egy zongoristától, és akkor megjelenik benne, hogy na ezt én is el akarom játszani, és akkor, hogy a, ha ezt erősen elképzelem magamba, akkor két hét múlva, egy hónap múlva már is a LISZT rapszódiát e, játszok. Nem, nem hanem ezt végig kell járni, ezt a, az utat a az ongoristánál, azt az utat még odáig elér, és ezen a téren a spirituális fejlődés terén is én azt gondolom, hogy olyan így van, hogy lépésről lépésre, re, tehát nem lehet szinteket ugrani egyből, de aki, amikor már elindult az ember, akkor, akkor már van, mibe kapaszkodjon. Azt mondják így a bölcsek, hogy a spirituális úton rövidebb út nincs. Gyorsabb van? Tehát lehet a hosszú utat esetleg gyorsabban megtenni, de nem lehet kikerülni a kanyarokat, a buktatókat, azt, azt nem lehet, azt, azt végig kell élni. Na és... tehát... Uh... központ, mi történik ott, mi van ott? Tehát elkészült ez az épület, és akkor most ilyen nagyszerű, akkor ott lehet... Hát ott elsősorban ugye próbáljuk átadni a megfelelő világképet. Ez volna az első. Hogy aki oda jön, előbb-utóbb értse meg, hogy sokkal többek vagyunk, mint egy fizikai test, milyen törvényszerűségek működnek az univerzumban, hogyha ezekkel a törvényszerűségekkel megpróbálunk szembe menni, az rögtön szenvedést okoz, vagy éppen betegséget. Ha a törvények mentén igyekszünk élni, akkor az életünk egyre könnyebb lesz. És én azt szoktam mondani, hogy, hogy ugye a központnak a célja egyrészt az, hogy Segítsen megérteni, hogy sokkal több vagy, mint egy test. Másrészt az, hogy mutassunk neked néhány gyakorlatot, meg módszert, és azután segítsünk abban, hogy te saját magad legyél az, aki ezekkel a magasabb energiaszinteken lévő világokkal kapcsolatot tud teremteni, ne kelljen neked máshoz fordulni, hogyha az életedben útmutatásért keresnél valamilyen választ, hanem, hanem ülj le, indulj el befele, hangolódj rá ezekre a magasabb szintekre, amelyek a részeid, és hozd le magadnak a legtisztább útmutatást, ami a, amit a szíved vissza fog jelezni, mert hogyha hozol egy döntést, és az a döntés számodra jó, akkor egész biztos kellemes érzés lesz a szívedben. Ezért mondják, évezredek óta hogy hallgass a szívedre. Igen. Igen. Tehát a cél nem az, hogy, hogy valaki megmondja, hogy mi a karmád, mi az életfeladatod, hogy állnak a csillagaid, és a többi, mi, ki voltál és mi voltál előző életedben, ugye? mert ez elég jellemző, tudni, ilyen lila mászkálunk, valaki megmondja, és akkor esetleg én elhiszem. Na és ha tévedett? Mi volna, hogyha én néznék utána, én kapnám meg a megfelelő információt a megfelelő időben, Tiszta forrásból, ahol be tudok hangolódni, megfelelő védelemmel ne hagyjuk el, mert máshova is be lehet hangolódni, ahol nagyon vicces alakok vannak. <tos> <tos> jól, jól meg tudnak téveszteni, jól át tudnak verni, ez biztos. Tehát vannak ilyen szempontból veszélyeid. Tehát azt is megtanítjuk, hogy hogy lehet felépíteni a védelmet. Hogy lehet biztosítani utána, hogy más embernek az aggodalma és negatív gondolatai ne legyenek hatással rád? Tehát nagyon sok mindent megtanultunk. Gyakorlatilag ez egy oktatási központtá vált, mondhatjuk így, és vannak rendszeresen események. A kedves nézőknek elárulom, hogy már a felvétel előtt megbeszéltük azt, hogy a következő: Beszélgetés az ott lesz, tehát a kis tábunk kivonul, mert hogy akkor szeretnénk is bemutatni ezt a központot. Talán így végezetül milyen események, milyen programok várhatók mostanság? Vannak rendszeresen ilyen egynapos tanfolyamok. Meditációs tanfolyam, mit tehetünk magunkért, párkapcsolati tanfolyam, teremtés tanfolyam, de annak ugye előfeltétele van, mert, mert a teremtő erő az hatalmas nagy erő, mindannyian rendelkezünk vele, és hogyha valaki az univerzum törvényei nélkül, vagy ismeretének az univerzum törvényeinek az ismerete nélkül vág bele, akkor nagyon sok buktató válhatja. És hogyha saját maga ismerete nélkül, tehát hogy egyáltalán ki vagyok én, mi vagyok én, akkor megint csak ugye nagyon sok a, a buktató. Tehát ezeket tudni kell ahhoz, hogy lehessen tudatosan, szándékosan jó irányba teremteni, és a teremtéssel mindig, és itt ez nagyon lényeges, hozzájárulni vele a közös jóhoz. Mert vannak, akik szeretnek hozzájárulni a közös jóhoz. Vannak, akiket el kell tartani, és vannak, akik azon dolgoznak, hogy hogy lehet a közös jóból minél többet elvenni, anélkül, hogy én beletennék valamit, ugye? Olyan. Tehát ö, ilyen emberek szép számmal vannak, akiknek kell az eredmény, de nem kell a befektetett munka. De, ne, Istenem, ez van. Tehát ilyen. ilyen elvonulásokat is tartunk, tehát ah. ilyen háromnapos elvonulásokat. Háromnapos elvonulás. Hát, péntek déltől vasárnap délutánig, tehát hogyha valaki teljesen kiszeretne. Lesz a közeljövőben? Lesz, lesz, októberben lesz egy, aminek az a címe, vagy neve, hogy aranykort építünk. Hát persze. Lesz egy októberben még, igen. És de hát már majdnem tele van jelzem, tehát. <laughs> és minden évben tartunk egy elvonulást sejtszoporulatos betegeknek. Ez nagyon érdekes. Az az érdekes benne, hogy amíg a többi programra túljelentkezés van, itt alig-alig, olyan nehezen telik meg az a 20-25 hely is, amit rendelkezésre tudunk bocsájtani. Úgy tűnik, hogy elég kevesen vannak, akik rájönnek arra, hogy ők nagyon sokat tehetnek a saját gyógyulásukért, és nem kell azt minden esetben kívülről várni. Illetve hát soha nem mondjuk azt, hogy nem menj orvoshoz, vagy hogy ne vett figyelembe az orvostudománynak az eredményeit, mert nagyon sok területen nagyon szép eredmények vannak. De ha nem egészíted ki a gondolat érzelmi hozzáállásod megváltoztatásával, ami az egésznek tulajdonképpen a, a forrása volt, akkor, Tünetmentes leszel. Ha kiegészíted, akkor viszont gyógyult. És ez is a cél, hogy tünetmentes vagy gyógyult, mit szeretnél lenni. Ja. És ezt, ezt uh, ilyen, hát hogy mondjam azt, hogy önköltségi ár alatt. Tehát amiért éppen beszerezzük a, a biocéklát, biorépát, bioalmát, ott csavarják a, a társaink önkéntes munkában a leveket reggel, délbe, este étkezéssel, táplálkozási javaslatokkal látjuk el őket, meg nem utolsó sorban világképpel. Olyan filmeket mutatunk, ami azért megmutatja, hogy mi van oda hát, tehát hogy a halálfélelmet csökkentsük, hogy az, azáltal a stressz tudjon csökkenni. És ugye a pszichológusoknak a, a, az előadásaival kiegészítve, akik hát végigvitték ezt a programot, ahol száz százalék volt az, az életben maradás, mondhatnám gyógyulás. Hát nagyon-nagyon köszönöm, és engedd meg, hogy a nézőink többségének a nevében is köszönetet mondjak neked, áldásos munkádért. És tudom, hogy ahogy az én életemben is maradandó nyomot hagyott az, amikor találkoztam a, a lemezeddel, a könyveddel, én azt gondolom, hogy több ezer néző, a nézőink közül mondatja szintén most velem neked a köszönetet, és folytassuk ezeket a beszélgetéseket, de ott Pilis Csabán a Államvölgy Központban, jó? Várunk szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. A nézőknek köszönöm a figyelmet, önök a Nexus Televízió harcképek sorozatát látták, amiben Balog Bélával beszélgettünk és a tudomány útján jutottunk el, vagy eszközeivel eljutottunk abba a spirituális térbe, amely nagyon sokunk számára feloldozást jelent a, a világi korlátok terhei alól. Köszönöm a figyelmüket, nézzék továbbra is a műsorainkat, tudják, jogunk van az igazsághoz, de jogunk van a szabad élethez is. Viszontlátásra!